Ünneplik Luca napja. Ehhez a naphoz számos népszokás kapcsolódik. Ilyen a Luca búza vetése. Ha a búza karácsonyra szép magasra nő, akkor a hiedelem szerint a következő termés bőséges lesz. Ezen a napon viszik a Luca pogácsát, egyes vidéken pénzt üttek a pogácsába. Aki a pénzes pogácsát kapja, sok pénzre számíthat a következő évben. Hagyomány szerint december 13-án kezdték el forogni. 9 fél fából 11 napon keresztül. December 24-i az évféli misére kabátjuk alatt pészték be Luca székét, hogy arra ráállva felismerjék a boszorkányokat. Ebben az időszakban a boszorkányok szarvakat viseltek, emiatt a templom kapun belépve le kellett hajtaniuk a fejüket. Hazaérve a Luca székét tűzre vetették, ahol a sok kis varag sikolgott, nyolgatni kellett. Semmit se féljenek. Lépve kéne házba, azon kérelemmel
Szabad ide bejönni, Betlen? Szabad. Szabad, szabad. Megy át majd, gyere be. Betyár vagyok, annak tartom magamat. Csaplára sékek, egy szemű barna lánya viseli a bort. Ha viseli, jól teszi. Éppél tájban használni nyelvét. Befordultunk egy utcába, és egy csapat csendőrséget. Nem tudom, mi volt az első, tiszte vagy kapitány, de úgy fülbe kaptam versenyem, hogy rögtön szörnyen halt. Versenyem után nem kapattam, kis pejlomamra felkaptam. Kispejlónak a jégen kitörött a lába. Így maradtunk mi egyinkbe batyával. Uraim, uraim, szálljanak meg bennünket egyben hatossal, tízessel, huszassal, vagy amennyire akarnak. Mert ha nem, akkor erőszakkal elveszünk. Ha! Nem tudom, mi volt az anya vagy ez is, de nagyon bendül-e. Ezen az én szívem is nagyon megövül-e. Talán a vízöske a maslékba dül-e. Mindből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennén, lássátok, lássátok, Istennek. Még azon is túl!
ahol egy kis fekete disznó túl. Ott, ahol a sörnek, hornak, bálinkának, rőfit két krajcárért méri. Itt áll meg, itt áll. Itt áll a nemzet és Herod és uram, itt. Vasút? Azt hittem az öreg Kossuth, pedig az már régen megkort. Öreg, jártál Betlehembe keresztetve? Jártam Debrecenbe szép lányokat ölelgetni. Honnan tudod, öreg? Hallod, öreg, kicsit. Micsoda? Jártok az a farkasok? Hát nem is az angyalok. Vittek el bárány. Hát nem is hoztak. Fújt a vélet. Hát nem is a teje. Az a hány óra angyalok? Na hát, 12:30-re! Le is kell hát befütni a földre! Hallod, ele? Komolya! Nem bánom, a 2-3-as ubámmal elmúlnak! Hallod, kapadj a bűncsizma! Húzza fel, gazdáj! Én is felhúznám, majd egyén volna! Hallod, ez szóra! Ugorjék ki a szemetek golyója a templom gombjára! Adjátok át ide azt a 777 át dúvas villám, ha ott piszkálja ki szemembe ezt a félökölnyi csipát. Micsoda mi az, aludni nem hagy, ilyenkor, éjfélkor. Szállásunkat rontja, nyugvásunkat bontja, ilyenkor, éjfélkor. Főzöl neki pipicskét, ha valaki vigan él, vigan él, a juhász éppen úgy él, a juhász éppen úgy él. Sétál után buruljál, buruljál, billeg ballag meg megáll, billeg ballag meg megáll. Úgy megáll, mint egy báb juhaira, úgy vigyáz, egy-két kulat ürmössel, ürmössel, beszélgessünk jó szívvel, szívünk is úgy újul ezerig örömmel. Nosza rajta, jó gazda! Istennek áldása, szálljon a házadra! Istennek áldása, szálljon a házadra! Várjátvajtás majdannak, balléroppal megrakta, kalácsa, jó volna, megajándékoznak! Kalácsa, jó borral megajándékoznak! Kosszakajtás, fogd az ajtót, kezdett fel a kilincsra. Itt tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk. Lyukas a csizmára, nem győzöm szarnával, kiáll minden különbelőle pályára. Annyian, akit karasta vagy, én betámad, 6000-esek lánynak betámad. Azt a szolgáló, ne tartsd itt a szádat, szaladj a kamrába, hozz egy disznólábat. No fiam, én már az operenciás tengeren túl is jártam, de még ilyen helyet nem találtam, ahol ajtónak kilincse se legyen, csak sarka, de hát ha nincs meg a kilincs, végleg itt maradunk. De szerencsére megvan a kilincs, indulhatunk útunkra. Isten hátra meg, basszuram a házát! Elindulának, és el is jutának. Isten áldja meg e háznak gazdáját.
Hajrá, mieink, hajrá!